Sziasztok, üdvözlete minden Szolnokról. És egyszer már volt egy vonalbejárás, amit a Reptál Múzeum felevezett iparvágányon, és akkor eddig mikrologisztikáig eljöttem. Csak később tudtam meg, egyébként köszönöm Markovics Dani, hogy így megírtad kommentben, szerintem még ott is van az eredeti videó alatt, mert ezt is akarom ide belinkelni, hogy ez a vágány ez tovább folytatódik, nem ér véget itt a régi papírgyár, most már logisztikai park területén, hanem, mint látjátok, folytatódik tovább. Hát most ezt fogom bejárni, ameddig csak lehet, tehát a Tisza partig megy. Hát mindegy, úgyis arrafele megyek. Egyébként abból az apropóból vagyok itt, hogy a Reptál Múzeumban gőzös menet jött a 19-es nohabban. Azt már fotóztam, és most a 17 óraig, ameddig a vonat visszaindul, van még időm, úgyhogy még bejárom a régi Alcsi felé vezető nyomvonalát is a 100-as vasútvonalnak. Remélhetően még a Szolnok-Alcsi régi megállóhely épülete is meg lesz. Hát akkor menjünk tovább, aztán meglátjuk, hogy ez meddig megy. Na ezt nézzétek. Eddig vezet tovább a vágány, és akkor ott egy... ez már zárt telep, oda nem tudok bemenni. Valami bontási hulladék, ott mindjárt nézzük azt a táblát. Építési bontási hulladék lerakó. Tehát valami ilyesmi lehetett itt. Vagy mondjuk van is, és... ide vezetett be iparvágány, de ezt szemlátomás már nem használják. És akkor itt van a másik fele. Hát nem úgy néz ki, mintha mostanában használták volna, de ez a vágány vezetett ide. És akkor a Tisza partig valószínűleg több vágányt nem fog találni erre. Úgyhogy ez a része itt véget ér. És akkor majd tovább megyek a Alcsi fele, és majd akkor onnantól videózok ismét. Szerintem ez egy videó lesz, mert ez két külön videónak túl rövid lenne. Sziasztok, akkor folytatjuk a vonalbejárás. Itt vagyunk jelenleg az Agyva hídnál. Ez még a 100-as fővonal. Ez már nem a 100-as, ez már a sima 100-as. A Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza záhony. Útirányon megyünk. És egyébként most nézzünk Szolnok fele, ugye erre van az állomás. Hát ez itt az Agyva híd. Ilyen két vágányú, így, de az ő szerveimből azért kijövünk. És itt van maga az Agyva folyó. Ugye arra fele van a torkolat, ahol belefolyik a Tiszába. És itt pedig ez a toronyház, amit számtalanszor láttam már a vonatból, ilyen közel még soha. Ez egy összem 18 vagy 20 emeletes toronyház. A második legmagasabb épület Szolnokon, az első az a 24 emeletes, ami a vasútállomás mellett van. Hát akkor menjünk is tovább, és majd a túloldalt lesz egy hely, amit úgy tudom, a NISZ szolgálat, meg ott az út, és utána rátérek, az Agyva töltésén ment a régi nyomvonal. Nézzétek, mikor az zajvédő felépült, úgy látszik, hogy le is kerítették itt az átjárót. Egyébként ez egy felhívásos sodompó volt itt, ilyen teljes tekerős fajta, mert hogy ez csak a víz úgy használhatja ezt az átjárót, korábban csak a vízügynek volt engedélyezve, és amikor itt még volt szolgálat, akkor ők telefonálhattak be, és hogyha nem jött vonat, akkor felnyitották nekik a sodompót. De úgy látszik, ez volt, ami a szolgálat megszűnt. Ugye, gondolom a vízügy embereinek van kulcsa, és itt ki van egy vasúti forgalmi személyzet részére fenntartott kapu, be is van zárva. De nézzétek meg, tehát ott van szembe az őrhely, de le van zárva, és a túloldalt is le van zárva az átjáró. És ebben az őrhelyben már nincs szolgálat. De a sodompót is megszüntették. Csak hogy lássátok, hogy mi a helyzet, ott a pirossal van bejelölve a régi nyomvonal. Hát azt ennyire lehet követni ezen az úton. És majd ott jóval távolabb lesz a Szolnok-Alcsi megállóhely, vagyis hát állomás, mert az állomás volt. De hát így erre fel lehet menni, és itt arra fele mögöttünk van a vasút valahol, és itt volt a leágazás. Tehát követni már nem lehet, mert itt a garázsodon lesz valahol. Vagy hát itt ment a töltés, de ugye beépült már a helye. De azért amennyire lehet, megpróbálom követni biciklivel. És akkor tessék, nézzétek, megvan. Ez volt a régi Szolnok-Alcsi állomás épülete. Hát most már azért nagyban átalakult, tehát ez nem tartozott hozzá. És működik benne egy kocsma, meg egy ABC, meg egy ruhánybolt, tehát itt hasznosítva van. És akkor itt ment a töltés, és itt voltak a vágányok előtte. Meg fogom nézni a túloldalát is. Hát ez még az volt, hogy az 50-es évek elejéig ment így a 100-as vasútvonal, hogy itt a Tiszának az árvízvédelmi töltésén
Csak ez a kettős töltés, ami egyben árvízvédelmi és meg vasúti is volt, ez sok gondot okozott a vasútnak. Ugye sűrűn kellett az ágyazatot javítgatni, meg hát ugye az árvizek idején ezt is elmosta, és épp ezért csináltak egy nyomvonalkorrekciót, ahogy jelenleg is megy az 50-es években, amikor a városon kívül vezették magas töltésen, és akkor szűnt meg itt az Alcsi állomás is. A vasúti nyomvonal az be is épült nagyjából teljesen. Látjátok, hogy itt arra felől jött, ahol már ugye abszolút beépült, és nem is lehet követni. Viszont ennek a megállóhelynek a pótlására, vagy hát, bocsánat, az állomás volt, tehát a pótlására azt kitalálták, hogy a Besnyői útnál, ott arra fele van, majd meg fogom azt is nézni, oda terveztek egy megállóhelyet, egy ilyen szigetperonosat, hogy itt, ahol a hídon átmegy a vasút, ott a közút felett, oda egy szigetperonos megállóhelyet terveztek, a két vágány szét is húzták, hogy elférjen, viszont soha nem épült meg. Meg fogom majd nézni azt is idővel, ez ilyen, meg akarom körbejárni itt ezt az épületet. Kérdök itt a másik oldala. És ez a része valószínűleg lakóházként funkcionál, viszont a vasúti múltra ott emlékeztetnek a mávos szabványkerítések. A H-alakú kőkerítés, ez itt még megvan. Na hát látjátok, eddig lehet elmenni a régi töltésen. Innestől már beépült a pálya. Ja, honnan jöttünk, arrafele volt az Alcsi állomás, és ennyi. Tehát innestől kezdve már nincs tovább. Hát lássátok feleim, itt lett volna a megállóhely. Itt ennél a hídnál, ami a közút felett átmegy, így itt a Besenyszögi útnál vagyunk. És itt lett volna a feljáró, na, meg is mutatom, egy kicsit közelebből. Itt a két vágánynál lett volna a szigetben, és itt lett volna a feljáró. Jeleve úgy lett ide építve, hogy itt majd lesz egy megállóhely, és szigetperon. És akkor látjátok, itt lett volna a Szolnok-Alcsi megállóhely, és itt van a peronnak a helye. Látszik is, hogy a két vágány szét van húzva, de már mindjárt kicsit közelebb megyek. Most már itt állok a peron helyén, vagyis hát ha az tervezett peronnak a helyén. Ugye itt lett volna a megállóhely, és azért van ennyire széthúzva ez a két vágány, mert itt a szigetperonnak csinálták meg a helyet, hogy a kieső Alcsi megálló, vagy a mindig megállóhelyet mondok, pedig az állomás volt, azt pótolják. De valószínűleg, mivel azóta se épült be ez a terület, meg nyilván akkor még ennyire se volt, mint most, ezért a végül úgy döntöttek, hogy mégsem épül meg. De ugye hát a hely az megvan neki, tehát későbbiekben ide bármikor építhető lenne, de hát nem hiszem, hogy manapság már hatalmas igény lenne rá. Itt lett volna a lejárat, tehát itt nyilván egy gyalogos aluljáró lett volna, vagy itt inkább egy lejáró valahol. Annak itt meg is van a helye. Tervezték, hogy valahol itt lett volna a feljáró. Lehet, hogy az itt ki is van egyébként alakítva itt alattunk, a maga az aluljáró, csak be van temetve. Ezt nem tudom. Nekinek utána kéne járni, de semmilyen forrás erre nem találtam. Megállóhely viszont biztos, hogy itt lett volna, ez látszik, és ezt a vonatból is többször észrevettem már, amikor erre jártam, hogy itt távolabb van húzva egymástól a két vágány, és ez emiatt van. Úgyhogy ezek azok ennyi lett volna, majd a régi nyomvonalat azt majd visszafele megpróbálom bejárni, bár amennyire lehetséges. Ott van egy-két szakasz, ahol ezt meg lehet oldani. Itt van a Botond utca, és ez is majd arrafele ívve fog menni, és akkor megközelíti a töltést, és így lehet kijutni az Alcsi utcáig, ami már a töltés helyén megy, de addig így, tehát így mondom, hogy így egy, hát egy ilyen jó, egy ilyen 30-40 méter amarra volt a töltés, és ez az utca, ez így közelíteni fog hozzá. És akkor megérkeztünk itt, ez már vasúti töltés volt, ja, arrafele ment Millér felé, ugye Millér az újonnan megépített kitérőnek a neve, itt ott a háttérvágyából látszik is már a vasút. Arról jöttünk innen, már követi a töltésen, mondaná, hát itt ment az árvízvédelmi töltésen. És itt vagyunk közben akkor Millérnél, itt már a háttérben volt a Tisza híd, és itt csatlakozott be a régi nyomvonal, oda, ahol most az új megy, tehát a Tisza hídnál. És az 50-es években ez az újonnan megépült, ugye akkor újonnan megépült magas töltés, ami elkerülte a várost. És ugye itt a földút mentén jött a régi nyomvonal. És hát akkor ez ennyi is lett volna ez a kis vonalbejáró túrát, innen már csak visszafele tudok menni. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok! Majd találkozunk a következő vonalbejárásba. Ugye egy biciklivel sokkal gyorsabban megy.